Vígjátékok, bohúzatok és operettek, többek között ilyen műfajú darabok találhatóak a Pesti Művész Színház repertoárjában. A társulat 2002-ben alakult azzal a célra, hogy kulturális és környezetvédelmi értékeket képviseljenek és terjesztenek úgy, hogy kőszínház nélkül évente több mint 200 alkalommal gyermek, mellette pedig több tucat felnőtt színházi előadást tartsanak országszerte. Ennek jegyében most a új helyre látogattak, már nem először. A történet nem is lehetne más, mint a szerelem, azonban egy kis bonyodalom is hozzá tartozik. A Maga lesz a férjem című előadásunk egy 1930-as évekbeli filmnek a színpadi változata tulajdonképpen. Nem modernizáltuk túlságosan a színdarabot, ugye kezdtünk hülyek maradni az eredeti történethez. Aki ismeri a filmet, annak nem kell bemutatni, hogy egy alapvetően szerelmi konfliktusról van szó, amit ma már talán nem is biztos, hogy értünk, hiszen a fiatal hősnő minél előbb szeretne férjett magának a színdarabban, ez ma már talán kevésbé ismert a hölgyek számára, és hogy sikerül-e neki, vagy hogy hogyan az pedig kiderül a darabból. Bobby Weber, az amerikai udvarló, aki megpróbálja elhódítani Margit szívét, ő a vőlegény a darabban, aki szeretné elvenni a főhősnőt. A kalamajkát az okozza, hogy úgy sikerült megszereznie Margitnak ezt a fiatal amerikai férfit, hogy közben házasnak adta ki magát, de valójában ő hajadon, és hát így eljutva az álférjhez, aki mit sem sejt erről az egész szituációról, különböző helyzet komikomok révén, azért a végén mégiscsak boldogság kerekedik ki az egészből. A fiatal lány édesanyját nyerte Zsuzsa színművész játsza, aki bár a darabban még nem, a való életben már boldog nagymama. Egy mamát játszom, aki hát egy ilyen kardoskodó, de főleg a férjével, és két jó számom van benne, az egyik duett, a másik a lányokkal, úgyhogy mindig nagy szeretettel, nagy tapsal fogadja a közönség, szinte végig tapsolják, és, és hát vannak poénjaim, de hát nem én vagyok a főszereplő, de csodálatos dolog még ilyen kisebb szerepet is játszani egy ilyen sikeres darabban, mert, mert, mert az egész, tehát tulajdonképpen a közönség a végén a, az előadást köszöni meg. A sátoralja Újhelyi Latabár Színház ismét megtelt a színház kedvelő közönséggel, hiszen a szerelmes történet közel állhat mindenki szívéhez.